szükséges, hogy a munkavállalók, a munkaadók mellé a civil társadalmat, az egyházat és a tudomány képviselőit is egyaránt, egyenlő félként ültessük le. Ez nem tudom, hogyan következik a Rerum Novarumból, de ön ezt biztosan majd elmondja. Ha már itt a civil világ képviseletéről van szó, szóval önök most álszent módon hivatkoznak valakikre, akik civilek, én állítom, hogy civilek vagyunk legalább 8 milliónyian, hanem többen ebben az országban. Ugyanakkor azok a civil szervezetek, akik komoly közhasznú tevékenységet fejtenek ki ebben az országban, az elmúlt 12 hónapban fenyegetésnek van kitéve a KEHI által. Önök a legtekintélyesebb civil szervezeteket fenyítik a KEHI-vel múlt nyár óta, és utána van képük idejönni, hogy önök a civilek véleményére kíváncsiak. Hogy van ez? Kérdezzék meg a környezetvédő szervezeteket, akiket be akarnak ültetni, hány KEHI vizsgálat lehetetlenítette el a munkájukat az elmúlt egy évben. Abban egyetértünk, hogy a helyzet bonyolult, csak érdemes lenne különbséget tenni érdekkonfliktus és érdekkonfliktus között. Ennyit mondtam, nem többet. Két perces felszólása következik, Józsa István, az MSZP képviselője. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm László Tamás képviselőtársamnak is, hogy őszintén beszélt. Ő azt mondta, hogy egy autonóm testületre van szükség, és intézményes reformokat akarnak, ezen folyik a harc. Tehát szét akarnak zúzni egy a fejlett világban működő tripartid érdekegyeztető rendszert, és létre akarnak hozni egy autonóm testületet, ami összetétele alapján lényegében egy felsőház. Amit már a korábbi hozzászólásomban is mondtam, parlamentnek itt van ez a ház, ez az egykamarás parlament, és amit önök most tenni kívánnak intézményes reform címén, az egy felhígítása a korábbi érdekegyeztetési tanácsnak, országos érdekegyeztetési tanácsnak, és gyakorlatilag egy olyan összetételt hoznak létre, ahol azokról a kérdésekről, ami egy-egy évben döntést igényelnek, félő, hogy képtelenség lesz dönteni. Tehát az élet valóban olyan sokszínű, ahogy ön mondja, csak kellenek bizonyos fórumok, ahol az élet menetére döntő hatást gyakorló a munka és a vállalkozások, munkaadók világának a mindennapjait, következő életét alapvetően meghatározó egyeztetések, tárgyalások lefolytathatók, és erre az önök által elképzelt tanács egyszerűen alkalmatlan. Valamire lehet, hogy alkalmas, nemzetpolitikai elképzelések, stratégiák, különböző társadalmi modellek megvitatására, de az, amirehez a munkabékére szükség van, ez nem alkalmas. Ez egy álca, amit ön elmondott arra, hogy Orbán Viktor meg akar szüntetni egy számára kényelmetlen érdekegyeztetési szisztémát. Két perces felszólásra következik Seyring Gábor, az LMP képviselője. Köszönöm a szót. Hát én is László Tamás képviselőtársammal vitatkoznék. Való igaz, hogy meglehetősen nagy távolságban indulunk. Egészen képmutató az a hozzáállás, hogy ön hivatkozik a tőke és a munka közötti együttműködésre, mikor ezzel a húzással önök egy dolgot tesznek, mint ahogy az egész munkaerőpiaci intézkedés csomaguk egy dologról szól, a két világ közötti együttműködést fölrúgják. Alapvető igazság az, hogy a 20. században e között a két nagy társadalmi csoport között voltak alapvető konfliktusok, függetlenül attól, hogy ki olvasott Marxot, ki olvasott keresztény-szociális szerzőket, ki olvasott szociálliberális szerzőket, és ki olvasott olyan tradicionális konzervatív szerzőket, akik felismerték ezt az alapvető érdekkonfliktust. Ugyanis a 20. század kapitalizmusának ez volt az alapvető érdekkonfliktusa, ahogy a mai társadalomnak is ez az alapvető érdekkonfliktusa. Más kérdés az, hogy jelenleg ebben a konfliktusban a munkavállalók vesztésre állnak. De nem azért állnak vesztésre, mert nincsen ez a konfliktus, hanem azért állnak vesztésre, mert az a nemzetállami keret, amin belül ezt a meccset legalább döntetlenre ki lehetett hozni, az egész egyszerűen elpárolgott. Onnantól kezdve, hogy a tőke szabadon áramlik globálisan, sokkal nehezebb nemzetállami paktumokkal, nemzetállami konszenzussal kialakítani egy olyan gazdasági rendszert, amiben ugyanúgy figyelembe veszik a munkavállalói érdekeket, mint a munkáltatói érdekeket. Ennek a nemzetgazdasági paktumnak volt
az alapvető fóruma, az a tripartit rendszer, amit Magyarországon az érdekegyeztető tanács jelenített meg. Önök azzal, hogy ezt zárójelbe teszik, és gyakorlatilag egy felsőházzal kívánják lecserélni, épp azt mondják, hogy az amúgy is vesztésre álló munkavállalók alól még most utoljára jól kirúgják a sámlit, és nem az együttműködést mozdítják elő, hanem éppen ellenkezőleg gyakorlatilag a szeget verik bele a koporsójába a már amúgy is végletesen kiszolgáltatott munkavállalóknak. Nagyon szívesen folytatom majd még. Köszönöm szépen. Megadom a szót László Tamásnak, a Fidesz képviselőjének. Köszönöm a szót. A helyzet az, hogy Schering képviselő úr egyik szavát másikba öltötte és önmagának mondott ellent. A OÉ-t, a gyakorlatilag, ha azt halljuk, hogy már 88 óta is valamilyen formában működik, akkor ezek a bizonyos munkáltató-munkaadó szervezetek közötti párbeszédben miért nem vették azt észre, hogy az országot gyakorlatilag privatizációval elmocsarasították, elpusztították, semmit nem vettek észre abból, hogy mondjuk a Horn kormány idején az energiaszektort és az alapvető energiaszektorokat privatizálták, és ezzel rászabadították az országra azt az állapotot, amiben ma rezsi hátralékosok tízezrei, százezrei kínlódnak. Tehát a helyzetet, ha az OÉ-t valóban azt a feladatot teljesítette volna, ami a saját vállalásaiban megvolt, akkor ma nem ebben a helyzetben lennék. Tehát azt gondolom, hogy valóban teljesen új egyeztetésre van szükség, és nem csak érdekegyeztetésre. Sokkal nagyobb a válság, kérem, itt értékválság van, nem érdekválság van. Az érdekét mindenki képvisel és elmondja, de az értékeket hol találjuk meg, és hol tudjuk azt elmondani, hogy milyen értékek mentén képzeljük el a jövőt. Ez a legjobb probléma az ez, kérem szépen. Nem az, hogy most a munkaadó meg a munkavállaló nem tudja elmondani, hogy ő mekkora minimálbért akar. Sokkal többről van szó, és ezt a többet szolgálja ez a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács. Megadom a szót két percben Pál Bélának, az MSZP képviselőjének. Köszönöm a szót, képviselőtársaim. Én LMP-s és MSZP-s képviselőtársaimhoz szeretnék csatlakozni, és szeretném elmondani, hogy most, amikor ezt a vitát folytatjuk, akkor ülésezik a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 100. ülésszaka, amely annak a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek a munkafóruma, amelyet az első világháború után hoztak létre, és amelynek az ajánlására létrejött az Országos Értékegyeztető Tanács, melynek delegációja most is ott van egyébként ezen az ülésszakon. 183 tagállam a tagja ennek a szervezetnek, és az volt a tapasztalat 2008-ban is, hogy a kitört pénzügyi és gazdasági válság nehézségeit azok az államok viselték el a legkisebb megrázkódtatással, amelyek működtették az érdekegyeztetés mechanizmusát. Elképzelhető, hogy szükség van egy szélesebb kört felülelő a társadalmi párbeszédnek teret adó Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsra, azt nem vonom kétségbe. De emellett szükségszerű, hogy működjön az Országos Érdekegyeztető Tanács, azon indokok alapján is, amelyeket elmondta a képviselőtársaim, hogy megjeleníthessék a munkaadók, a munkavállalók érdekeit a kormány mellett vagy a kormánnyal szemben. Ezért ennek szellemében azért arra kér minket a munkadói oldal, a munkavállalói oldal képviseletében ezen az ülésszakon résztvevő nemzeti delegáció is, hogy a magyar törvényhozás szereplői a 21. század elvárásainak megfelelően gondoskodjanak a munka világában a tripartit típusú érdekegyeztetés rendszerének működtetéséről a kormány, a munkaadók és a munkavállalók egyenrangú képviselőinek részvételével. Az, amit képviselőtársam, László Tamás képviselőtársam az előbb mondott, az nem az Országos Érdekegyeztető Tanács feladata. Az Érdekegyeztető Tanács feladata az, hogy a munkavállalók és a munkaadók érdekeinek megfelelően tárgyaljon a kormánnyal, és próbálja érvényre juttatni a maga törekvéseit. Ha ez nem lesz, akkor valóban félő, hogy sorozatosan más fórumon próbálnak érvényt szerezni az elgondolásaiknak a munkavállalók érdekei képviseletének. Köszönöm szépen! Szintén két perces felszólásra következik Schering Gábor, az LMP képviselője.
Sajnálom, hogy László Tamás képviselőtársam éppen telefonál, biztos az érdekeket egyezteti. Na de félretéve. Azt gondolom, hogy a munkavállalók és a munkáltatók között meghúzódó konfliktus ugyanúgy egy érdektípusú gazdasági, hatalmi erőfölény kérdés, mint hogyha már Ángyán úr jelen van, mint például a kistermelők és a mezőgazdasági agrobiznisz között fennálló konfliktus. Ez alapvetően nem egy értéktípusú konfliktus, hanem egy érdekkonfliktus. Hol a hatalom, hol a pénz. Ez a konfliktus erről szól, ugyanúgy erről szól a szakszervezetek és a munkáltatók közötti konfliktus. Ezt a konfliktus terelte volna az országos egyeztetés tripartit rendszere. Való igaz, hogy a szakszervezetek Magyarországon egy sor funkciót nem tudtak ellátni. De ebből nem az következik, hogy akkor az egész szakszervezeteket, meg az érdekegyeztetést úgy, ahogy van, sútba kell dobni. Az a modell, amelyik egyébként a válságban is a leginkább fenntartatónak és válságállónak bizonyult, az igenis nagyon erősen épített az érdekegyeztetésre és a szakszervezetekre. Kelet-Európában például ilyen Szlovénia. Szlovéniában azért volt lassabb a privatizáció, mert voltak erős szakszervezetek, akik ezt a folyamatot lassítani tudták. Vagy ilyen Németország, ahol az egész szakszervezeti és a termelői oldal egy olyan szövetséget kötött, amelyik alapvetően kordában tudta tartani a pénzügyi globalizáció vezérelte logikát. Erre mondanak önök most nemet, amikor azt mondják, hogy a szakszervezetek és az egész érdekegyeztetés egy mafú, ideje lenne végre mindenkinek a szeretet jegyében összeborulni. Nos, ez nem ilyen egyszerű. A helyzet az, hogy ezeket az érdekkonfliktusokat valahogy továbbra is kezelni és menedzselni kell. Köszönöm szépen. Megadom a szót Aracki Andrásnak, a KDP képviselőjének 2 perces időkeretben. Köszönöm a szót, elnök úr. Ha jól értem, ez is jól látom a vita menetét, nagyon fontos kérdés ebben a törvényjavaslatban az, hogy 3 pólusú lesz-e az egyeztetés, vagy 2 pólusú. Ugye mind a kettőre az európai gyakorlatban, az európai érdekegyeztetés rendszerében van példa. Van 3 pólusú egyeztetés is, alapvetően Németországban például 2 pólusú. A szlovén viszonyokat nem ismerem. Zárójelben jegyzem meg, hogy az ilyen gyenge szakszervezetek miatt sikerült az energiatechnikai szektort a 90-es években privatizálni. De ami nagyon fontos, még a vita elején jeleztem, hogy ezek az egyeztetések nem szűnnek meg. A jelenleg hatályos munkatörvénykönyvének a 16. paragrafusa, ezt egyszer már mondtam, azt mondja, hogy munkaügyi kapcsolatok és a munkaviszonyt érintő országos jellegű kérdésekben a kormány itt még az országos érdekegyeztető tanáccsal egyeztetni köteles. Tehát azt jelenti, és ez azt jelenti magyarul, hogy az országos érdekegyeztető tanácsban bent van a kormány, egyeztetnek, megállapodnak valamit, majd hogy eleget tegyenek a munkatörvénykönyvének a 16. paragrafusának, a kormány arrébb megy, és újra egyeztet az országos egyeztető tanáccsal. Valami nem működhetett. És az egész rendszernek ez volt az álságos jele, hogy olyan szabályok szerint működ az országos érdekegyeztető tanács, és az érdekegyeztetés rendszere Magyarországon, hogy átláthatatlan volt, következetlen, és emiatt a felelősséget elég vastagon el lehetett maszatolni. Ellentétben az előttem szólókkal, úgy gondolom, hogy az egyeztetés rendszerében nem arról van szó, hogy az új tanács egy felsőház lesz, hanem ha már ebbe az alkotmány jogi megközelítésbe belemegyünk, akkor inkább azt kell mondani, hogy mi ennek a tanácsnak leszünk a felsőháza, mert az ott megfogalmazott igényeket, konszenzuson alapuló igényeket fogja majd a törvényhozás, a kormány, mint döntést hozó, mint felelősséggel rendelkező akaratot közvetíteni, illetve kinyilvánítani. Én úgy látom, hogy ebben az egy kérdésben itt van egy nagy csúsztatás, tehát nem arról van szó, hogy megszűnik az érdekegyeztetés, hanem a 3 pólusú helyett 2 pólusú lesz, amelyben utólag részt fog venni a hatályos szabályok szerint a kormány is. Köszönöm. 2 perces felszólásra következik Józsa István, az MSZP képviselője. Köszönöm, elnök úr, kicsit csóválta a fejét, mintha nem akarna szót adni. Képviselő úr, nem a fejemet csóváltam, hanem az előzetesen bejelentkezett Schiffer András kerestem, és láttam, hogy itt van. Következik ő? Következett volna, de mivel nem volt a helyén, nagy örömmel adtam meg képviselő úrnak a szót. Köszönöm szépen, akkor kérem az órát 0-ra állítani. Elnök úr. Jó, köszönöm szépen. Tehát nagyon érdekes ez a fölállás, ugyanis tényleg egy alaptörvénynek a vitájáról van szó,
és a keresztény demokraták vitatkoznak velünk ezzel az oldallal. Két ellentétes szemlélet, két világkép ütközik, és akik ezt az egészet idehozták a fideszesek közül, egyetlen meghatározó politikus nincs jelen, senki nem hajlandó vitatkozni. Ez is mutatja, hogy a Fidesz az nem tárgyalni, nem megegyezni akar, hanem legyőzni. Ebből a bizonyos tanácsból is kivonul a kormány, hagy egyék meg ott egymást, majd ő dönt. Nem tárgyalni, mint a tripartid rendszerbe. Ide se jönnek a parlamentbe, hogy ezt egyáltalán, ezt az alapkérdést, amit László Tamás egy szabadságharcként az intézményes reformokért folytatott harcnak fog fel, megvívják. Nem akarják megvívni. A Fidesz uralni akarja a társadalmat, mi, akik itt vagyunk, képviselni. Én azt hiszem, hogy kibújt a szög a zsákból, hogy mi ez a két fölállás, mit jelent az, amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy szabadságharcos, és mit jelent az, amikor a választási programba semmit nem mutattak meg a valódi arcukból, hanem itt ezeken a törvényeken keresztül, meg se vitatva, csak elfogadva mutatják meg, hogy milyen társadalom felfogásuk van, ami számunkra elfogadhatatlan. Köszönöm. Két perces felszólása következik Aracki András, a KDNP képviselője. Köszönöm, elnök úr, és tényleg csak nagyon rövid leszek, nem használom ki a két percet. Való igaz, amit már egy korábbi hozzászólásomban említettem, Józsa képviselő nagyon fáradt. Ezért hagyd mutassam be neki László Tamást, a Fidesz országgyűlési képviselőjét. Köszönöm a szót. Megadom a szót két percben Schiffer Andrásnak, az LMP képviselőjének. Köszönöm szépen, elnök úr. De először is, amikor itt önök átláthatatlanságról beszélnek, azért azt szeretném jelezni, hogy lehet, hogy az Országos Érdekegyeztetési Tanács működése nem volt egészen áttekinthető. Akkor erről kéne beszélni, erre kéne behozni törvényjavaslatot. Ehhez képest önök egy olyan új modellt tolnak be elénk, ahol a szakszervezetek fognak az egyházakkal, meg a Magyar Tudományos Akadémia képviselőivel egyeztetni. Miről? Ez kb. Olyan, mint a gyerek mesében, amikor a róka a medvével reggelizik. Hogyan? Miről fognak ezek a szervezetek egymásról egyeztetni? Mondják már el, könyörgöm, mert nem tudom. Tehát az almát keverik össze a körtével, egész egyszerűen önök teszik áttekinthetetlenné, és éppen ezért rendeltetés ellenessé ezt az egész rendszert. Ráadásul Aracki képviselőtársam több körrel ezelőtt el is szólta magát, azt mondta, hogy ez a mechanizmus úgy fog működni, hogy akik benne lesznek ebbe az NGTT-be, ezek értsenek egyet, hogy miről, ez egy nagy kérdés, és ha majd egyet értenek, akkor a kormány dönt belátása szerint. Na ezért mondtam, hogy ez az egész egy bohóckodás, teljesen komolytalan, nyugodtan visszavonhatnák az egész törvényjavaslatot. Amit pedig László képviselő úr mondott, hogy hol volt az OÉ-t például akkor, amikor EBEK 36-jára adták el például a közszolgáltatásokat Magyarországon, teljesen igaza van. Teljesen igaza van. Mondhatnám azt is, hogy hol volt az OÉ-t 2007-ben, amikor jelzem, önhöz hasonlóan az álbaloldali kormány értelmiségi képviselői minket lekommunistáztak, ugyanúgy, ahogy most ön tette, amikor a TB privatizáció ellen felemeltük a szavunkat. De akkor erről kell beszélni, hogy hogyan tud hatékonyan részt venni az OÉ-t például a nemzeti vagyon megőrzésében, vagy hogyan tud az OÉ-t hatékonyan részt venni abban, hogy Magyarország a globális színpadon a saját nemzeti érdekeit képviselje. Akkor erről beszéljünk. Megadom a szót László Tamásnak, a Fidesz képviselőjének két percben. Köszönöm a szót. Mondok néhány példát önnek, Schiffer képviselő, hogy el tudja képzelni a helyzetet, hogy hogyan működhet egy ilyen rendszer. Én azt gondolom, hogy abban a kérdésben, hogy vajon mondjuk a segélyezés helyett munkavilágát erősítsük, és a közmunkának az átszervezésén gondolkodjunk, abban bizony nagyon komoly erkölcsi természetű dolgokról is beszélni kell. Nagyon komolyan kell beszélni arról is, hogy a civil társadalom hogyan vesz részt, hogyan szól hozzá ezekhez a kérdésekhez, vagy a szociális ellátórendszer átalakításáról.
Ha most csak arról beszélünk, hogy mit csinál az állam, mit csinálhat a munkaadó, meg a munkavállaló, és nem veszem azt észre, hogy hihetetlen sok feladatot a családok vehetnek át, és nem az államnak kell olyan dolgokért hihetetlen sok pénzt fizetni, amit a család, a civil szervezetek, az egyházak megoldanak. És számtalan olyan példát tudok önnek mondani, ami pontosan arról szól, hogy ki kell bővíteni azt a rendszert, amelyik az adott társadalmi gazdasági kérdésekhez hozzászól. Mindegyik olyan kérdés. Én azt hiszem, hogy erről kell inkább beszélni, és nem arról, hogy most leszűkítem ezt az egészet csak a gazdaság két szereplőjére, mondjuk a munkaadóra, meg a munkavállalóra. Ha privatizációt megkérdezem, ott bizony másoknak is hozzá kell szólni ez a kérdéshez. A nagycsaládosnak hozzá kell szólni ez a kérdéshez, meg egyáltalán a civil társadalomnak hozzá kell szólni ez a környezetvédőknek hozzá kell szólni ez a kérdéshez. A fenntarthatóság egyik félnek sem érdeke, de a civil világnak rengeteg olyan szereplője van, aki a fenntarthatóságért kiáll. Tehát én úgy gondolom, hogy ő rossz irányba tájékozódik ebben az ügyben. A reménytelen kétmalomban őrlés miatti végtelen vitában Kaufer Virágnak, az NLP képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm a szót, elnök úr. A felvezetés ellenére remélem hozzá tudok szólni érdemben a kérdéshez. Önök gyakran mondják azt, mind a Fidesz, mind a KDNP képviselői, hogy a munkavilágának vannak morális kérdései, amit mindenképpen meg kell vitatni. Én úgy látom, hogy ha az egyházak és a civil szervezetek belépnek egy ilyen egyeztetésbe, akkor vagy munkaadóként, vagy munkavállalóként tudnak felszólalni, és ebben az esetben pedig vagy a munkaadói, vagy a munkavállalói oldalon ki tudják fejezni az elképzeléseiket arra vonatkozólag, hogy a munkavilágát hogyan lehetne megújítani. Aracki képviselő társamnak reagálnék röviden arra vonatkozólag, hogy mi is a probléma az, hogy hárman, vagy az, hogy háromnál többen vitatkozhatnak majd, konzultálhatnak majd ezen a testületen belül. Nem ez a probléma. A probléma az, amit József képviselőtársam is említett, hogy a kormány egy mozdulattal kibővíti a tanács szereplőinek körét, majd a kisajton hátul távozik, és ő maga pedig nem tagja ennek a tanácsnak, ahogy az előterjesztésben ez olvasható is. A kormány nem kíván tagja lenni annak a tanácsnak, amelyben nem csak a munkavilága, hanem a társadalom nagy kérdéseinek és előmozdításának megoldásairól vitatkoznak a társadalom szereplői. Ez szerintem egy óriási nagy különbség, ez igazából az a probléma, amiről mi beszélünk, hogy a kormány kivonul ebből az egyeztető fórumból, és ez az, amit egyébként az tripartit rendszernek hív az ENSZ munkaügyi szervezete is, és ez az, amit önök most felkészülnek számolni. És ugyanazzal a mozdulattal megteszik azt is az előterjesztés 12. paragrafusában, hogy a kormány felhatalmazzák a munkakörvénytörvénynek 16. paragrafusának módosításával, a kormány tulajdonképpen felhatalmazzák, hogy önhatalmulag döntsön például a minimálbér kérdésében. Azt gondolom, hogy ez egyértelműen igazolja azt, amit Schiffer és Schering képviselőtársam az előbbiekben elmondott. Köszönöm. Két perces felszólásra következik Aracki András, a KDNP képviselője. Köszönöm a szót. A képviselőasszony tévesen idézte a munkatörvénykönyvét, az a 17. paragrafus, amiről beszélt. Én a 16-ról beszéltem, amely országos jelentőségű kérdésekben az OIT, a jelenleg hatályos szövege az OIT-tel írt elő egyeztetési kötelezettséget a kormánynak. Tehát az OIT-ban tárgyal a kormány, megegyezik valamiben a munkavállalókkal és a munkaadókkal, majd fogja magát, és egy tudathasadásos állapotban kimegy, és egyeztet saját magával. Ezért mondtam az előbbi hozzászólásomban, hogy az egész rendszernek ez volt az abnormalitása, és az elfedő, kendőző, mindenféle maszatolós rendszer mutatott be ez a módszer. Jelen pillanatban ezzel az előterjesztéssel világossá válnak a hatáskörök, világossá válnak a döntési pozíciók, világossá válik az, hogy ki kivel konzultál és mikor, és a döntés előkészítés melyik szakaszában. És azt követően azt senki nem tudja elvenni sem a kormánytól, sem a parlamenttől, hogy a politikai felelősséget felvállalva döntsön. Eddig is a kormány döntött rendeletben, hogy milyen mértékű lesz például a minimálbér. Igaz, hogy egyeztettek egymással,
most is egyeztetni fognak, mert ez az egyeztetési kötelezettség fennmarad a 16. paragrafus értelmében. De nem saját magával fog egyeztetni, mert amíg benn van az újétben, addig saját magával kell, hogy egyeztessen az MT 16. paragrafus alapján. Ez a maszatolás fog megszűnni, és dönteni politikai és szakmai felelősség mellett a kormánynak kell. Ez senki nem vitatja el tőle, és nem ez az üzenete az egész történetnek. Köszönöm. Schiffer András, RNP reagálása következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is azt szeretném tisztázni, elsősorban László képviselő úr felé fordulva, hogy a fenntarthatóság ma a világban nem bizonyos szervezetek érdeke. A fenntarthatóság minden embernek az érdeke, egyedül a nagy tőkének, illetve egész pontosan a globális tőkének nem érdeke. Tehát ezt azért szerintem érdemes tisztázni. A másik, én értem, hogy itt a fő ellentét köztünk abban áll, ami ellentét van az érték, illetve érdekkonfliktus között. Az értékkonfliktusok rendezésének, tisztázásának, én nekem az a rossz hírem, hogy szerintem nincsen egy darab kitüntetett terepe. Hiába hoznak létre, akár még hogyha őszinte szándékkal hoznának létre egy ilyen tanácsot, egy társadalomban meglévő értékválságot vagy értékkonfliktust ez nem fog rendezni. Ahhoz, hogy értékkonfliktusok rendeződjenek, hogy értékek teremtődjenek, először is megfelelő közvetítő csatornákat kell teremteni, nem elvenni kéne például az oktatásból meg a kultúrából, hanem beletenni, nem kivonni kéne 2000 milliárdot a jóléti szférából, ahogy önök teszik, hanem bele kéne tenni, másrészt pedig közösségi tereket kéne teremteni. Ez nem történt meg, nem az elmúlt egy évben, az elmúlt 20 évben nem történt meg. Tehát amíg nincsenek közösségi terek, ebben az országban nem lesznek önálló normaképző diskurzusok. Ettől teljesen független az, hogy ennek a rendszernek, amiben élünk, az alapvető konfliktus az a munkatőke konfliktus. Hogyha ezt nem kanalizáljuk, ha ennek a konfliktusnak a tisztázásában nem vesz részt a kormány, ez robbanáshoz fog vezetni. Köszönöm szépen! 2 perces felszólása következik, Gúr Nándor, az MSZP képviselője. Köszönöm, elnök úr. Araszki képviselőtársam, az alapvető probléma szerintem ott van, hogy abban kellene világos képet rajzolni, hogy a kormány azokban a típusú kérdésekben, amelyek a munkavilágát érintik, a munkavilágának a szerepvállalóit érintik, a munkaadókat és a munkavállalókat, mert ez a két szerepvállalói felület van, nem 28, velük vagy nélkülük akar valamire jutni? Én úgy látom, most nélkülük akar valamire jutni, mert hogy egy olyan semmit mondó tanácsot kíván életre hívni, ami jogosítványok nélküli, határozatot hozhat a saját működési forrásainak a dolgait érintő, egyébként meg beszélgethet és tárgyalhat, és a kormány kivonul ebből a rendszerből és dönt. A lényeg tehát az, hogyha a munkavilágát érintő kérdésekben kompetensnek tekinthető szervezetek, érdekképviseleti és munkaadói érdekképviseleti szervezetek vannak jelen, ha ezeket elismerjük és elfogadjuk, hogy ezek léteznek és képviseleti joggal bírnak, akkor velük együtt, kiizzadva kell meghozni azokat az alapvető döntéseket, amelyek Kaufer Virág által elmondottak szerint. A minimálbérről, a szakmai bérminimumról és sok minden egyéb másról szólnak. És nem kivonulni ezekből a helyzetekből, és utána a kivonulást követően a döntés szabadságával felruházni önmagát és a kormányt. Olyan ügyekben, amelyekben a megegyezés alapú történés az hozhatja azt, hogy egy nyugodtabb, kiegyensúlyozott légkörű világba lehessen élni, és ne konfliktusok sokaságával terhelt világban. Önök most ezt építik. Felelősségük is van ebben a történetben. Köszönöm, meg tisztelő figyelmet. 2 perces felszólása következik, Józsa István, az MSZP képviselője. Köszönöm a szót, elnök úr. Így a napirend 3. órájában azt hiszem megállapíthatjuk, hogy ha nem is jogi besorolását, de tartalmát tekintve egy sarkalatos törvénynek a vitája folyik most. Ugyanis bárhogy is nézzük, ezzel az előterjesztéssel, ami itt van, a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Egyeztetés, vagy nem is egyeztetés, már nincs benne, tanácsa című előterjesztéssel,
a Fidesz és szövetségesei megszüntetik Magyarországon az érdekegyeztetésnek egy autentikus, a világban sikeres formáját. Ez azt jelenti, hogy a kormány